Szevasztok! Imi újra itt van, már is folytatjuk a hardcore-t, srácok, és már 37 hús kisült közben. Ezt is most vettem csupán észre. Hús az azért legyen mindig nálunk kéznél, szóval ezt ide rakom. Így berendezkedünk. Na mi történt? Én bevágtam egyet, csak nem töltődött fel az élet, na most már ez is jó. A sok nyírfát feldolgozzuk, egyelőre nem is megyek ki többet vágni. Szerintem ennyi elég is lesz bőven. Aztán nem biztos ám. Oké, kisült az összes husika. Így tehetjük be a következő adagot. Ja, birkából van egy, ezért nem tette a többit haza. Vagy hozzá. A nyers birka hús süssük ki most. Ez is sül, illetve a kő is. A követ, ezt betesszük ide. Így, így. Így és így. Oké. Ez a rész megvan. Várjunk csak egy kicsit. Nem akarok bolondozni, srácok, de úgy nem tudom eldönteni, hogy ezen a részen legyen sima kő, és akkor a ház többi részébe meg... Jaj, a ház többi részébe meg jönne a fa. Tehát innentől kezdve érkezne a fa, idáig pedig sima kő legyen, szerintem. Az úgy jól néz neki. Tetszett a dizájn, ami itt volt ez alatt, szóval a sima követ ezt ide-vissza. És akkor ezek alatt, tehát idáig sima kő lesz a házban. Ó, ez bőven megoldható. Jaj, az ágyat nem nagyon akartam kiütni a helyéről. Tehát értitek, jaj, nem oda. Értitek, hogy hogy mondom, srácok. Ide, csak erre a kis területre kő fog jönni. És most kettőt elcsesztem, amiért rossz szkort tettem le. És akkor oda befele tesszük szépen a kövecskét. Jó. Innentől pedig már igen, ez így jó lesz. Ezt a 17 darab követ vissza. Kisült a 6 darab hús, szóval ez is mehet a ládába. És süssük ki még ezt a 4 csirkét is, aztán ez is meg lesz. Szóval akkor innentől kezdve pedig jön a deszka. Nem mekegél már, kedves jószág, megkérnélek rá. Hozzád is oda teszem ezeket. De hozzád csak így érkezik. Oké. Hát mert a virágoknak maradjon hely. Á, nem. Tudod mit? Tiéd is legyen megcsinálva rendesen, barátom. Nem bízok benned, ezért be vagyod az árva. Csak hogy jaj, ezt tegyük vissza, csak hogy láthass valamit, azért hagytam meg neked ezt a kis kéglit. Jó, elég csúnya kuckód van, de hát nem adhatok neked szebbet, öreg. Azt majd kiérdemled esetleg később, de jelenleg így jó az neked. Örülj neki, hogy velem lakhatsz. Barát, nem odakint sínlődsz a zombik között. Nem húzzál. Eléggé hangos egy jószág vagy. Majd most osztod meg velem a gondjaidat, csak nyugodtan, haverok vagyunk. Ki vele? És hát igen, sajnos mégsem lesz elég ennyi fa. Nagyon nem lesz elég ennyi fa. Esetleg még ennek a szintnek a befejezéshez, de még ahhoz sem. Szóval még egy nem túl sokat, de ki kell vágni egy pár fa darabot a helyéről. Elmozdítunk egy párat, semmi baj. Mondjuk ezt itt, ez lesz egyébként. Szerintem ez a második favágós rész, ugye, egyébként ugye a harmadik epizód a hardcore-ban. De szerintem ebben a részben már be tudjuk fejezni, max hosszabb rész lesz az építkezések alapja itt, tehát a földszint ez meg lesz csinálva. Több emeletes kéglim lesz majd az idő elteltével, de egyelőre csak így tervezem. Bőven el fogok én itt férni, nincs nagyobb házra szükségem éppenséggel. Jaj. Léci, legalább most legyen elég. Ne kelljen most már tényleg többet kivágni, pedig most is kizárt, hogy elég legyen. Igen, még egy pár darabra sajnos szükségünk lesz. Oké, gyorsan még vágni kell nyírfát. Mondjuk itt van is.
Ez most már éppenséggel elég kell, hogy legyen. Ez már tuti, hogy elég lesz erre ez a kevés részre. Ez így van, ez már pont elég lesz nagyjából. Még egy pár darab maradt is. Így van, jó. Ez kész, egyelőre nem a legszebb hatást adja talán, de szebb lesz ez. Az idő előre haladtával. Oké. A kő az ég kifele, ez pedig jót jelent. Kiszerem minden is a kövemet. Jó, nincs nálam több, na mindegy. Annyi a lényeg, hogy ja, meg természetesen ide is. Ide is nyírfadeszkát teszek, és most az ajtót. Jó. Akkor itt a házam mellől most szépen lassan szedünk ki még egy kis földet. Oké. Ezt itt megint kiszedem. Mert ez így csúnyán néz ki, hogy a házam mellett itt volt ennyi föld. És akkor most elkezdeném megnézni, hogy követ azt ide tegyünk, és így legyen, tehát az alja legyen kőből, vagy inkább a fölötte lévő szint kezdődjön, és szerintem a fölötte lévő szint fog így van kővel kezdődni. Tehát ez le. Haj, nem ilyen deszka kellett volna, hanem töldeszka. És akkor így lesz, srácok, hogy a második szinttől kezdve kővel lesz megcsinálva a házam. Így. Szép lesz, szép lesz, szép lesz, tényleg szép lesz. Így, kőből. Ó, tökéletes, tökéletes, jó elképzelés. Hát ez rohadt sok kőnek ki kell azért még égnie. De hát van ott még, ahonnan ez jött. Megnézzük, hogy hogy állunk kőügyileg, de a pajtásnak egy kicsit följebb kéne hozni majd az odúját. Így elég hülyén néz ki, hogy ott van. Jó, süssük ki a felsőben is a követ. Zúzott kő elő. És akkor égjen kifele. Ja, az ágyamat meg lerakom természetesen. Miért nem szóltatok, srácok? Oké. Égett ki még kő. Van most már 30 darab nálunk. Azon gondolkodám, hogy az ablak hol legyen. És az ablak biztos, hogy ezen a részen itt lesz egy. Tehát ez a szint, ez az ablaké lesz. Csak itt előtte felhúzom kőből, hogy a zombályok, amíg nem vagyok távol és elmegyek homokért az ablakhoz, addig ne tudjanak beugrani. Ott lesz az ablak. Meg ott a túloldalon lesz pár oldalon ablak. Egyébként én úgy emlékszem, hogy valahol itt van, így van, itt van a homok. Hoppá, szedjük is szépen felfele a homok zsákot. Három darab homok. Nem tudom, hogy homok lap legyen nálam. Jaj, vagy nem. Tehát értitek, van egy több fajta üveg. És nem tudom, hogy melyik fajta legyen éppenséggel a házamon. Én is a legszarabb helyen kezdtem el amúgy szedni. Természetesen a homokot. Jaj. És hogyan folyik most befelé? Az igen. Hát egy kicsit, júj, onnan megint nem szedjük kifele. Kicsit érdekes bug volt, de nem baj. Ne, jaj, ne! Jaj, ne, jaj, ne, jaj, ne, jaj, ne, jaj, ne, jaj, ne! Sajnos az ásom nem fogja túl sokáig bírni. Szóval, így van. Semmi gond. De van gond, ugyanis nincs nálam semmilyen cucc. De nem baj, megoldjuk, megoldjuk, megoldjuk. Okos gyerek vagyok. Éppen ezért most beérem a kőásóval is bőven. Haza nem megyek most a vasért, szóval a kőásóval szedem szépen a homokot. Igazából a kőásó... Igazából a kőásó is eléggé gyorsan képes dolgozni, és bevágok egy sült marha húst, mert kezdtem egy kicsit megéhezni most már. Nem tudom, hogy még mennyire lenne az igazat megvalva szükségünk. Homokat azt úgy tudom, hogy kiégetjük, és úgy lesz meg az üveg. Tényleg régen Minecraftoztam már egyébként. Oké. Egyelőre ennyivel hazatérünk. És ha nem tudom hány darab üveget összeteszünk, akkor lesz az üveglap, ami nekem kell majd. Tehát így oldjuk ezt majd meg. Hát még így, hogy félben van, eléggé gázul néz ki a kéigli. De hát lesz ez még szebb is, lesz ez még szebb is, vagy nem. Nem tudom még biztosra.
Oké, van még nálam zúzott kő, természetesen. Igen, továbbra is. És... várjál! Itt ne az zúzott kő igen egyelőre, hanem a homok. Oké, megint este eddig. Szóval megint alváshoz készülődök. Ja igen, és amúgy a házat azt... ezt eléggé szépen ki kéne fákázni. Ide a múhoz is teszek. Jaj, egyen nagyobb lett a házad. Oda akarom tenni, menj már innen te balfék. Oké, oda teszem. Teszünk egyet ide. Ide. Ide is. Ide és ide is. Illetve kívülről. Ide. Ide teszünk egy-egy fákját. Így, ide sem fognak spawnolni a rossz mobok. Éget kifele nekünk elég üveg. És hát nem ilyen kis üvegre lesz szükségem, hanem majd üveglapot akarok ide tenni. És hát kétszintes lesz, tehát ide megint elcsesztem egy csomó sima követ. Ugyanis dupla magasan lesz majd az üveg, tehát értitek, hogy hogy mondom. Javítsatok, hogy a tévedek, de így van, így kell az üveglapot elkészíteni, hál' Isten, sikerült. Így, így, ez az, ez az, ez az, ez az, ez az, kész, nagyon szép. Nagyon-nagyon szép. Oké, oké, kész. Így lesz majd, srácok, igazat megvalva. Legyen az inkább, hogy kettő szint magasan tölgy, és utána jön majd. Itt most elnéztem belülről, hát jól néz, kettő szint magasan, igen. Igen, 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 akkor ide visszatesszük majd hamarosan a... gyorsan. Kellene egy nyírfa, de mindenek előtt aludjunk, mert fényesben jobban dolgozik az ember, meg szívesebben is az igazat megvalva. Szóval aludjunk egy kiadósat. Aztán veszünk elő tölgyfát. Mert szükség van a tölgyfára. Mondom, szükség van a tölgyfára. És akkor ide. Kettő szint magasan. Még a tölgy az, ami lesz. És nem az üveg. Tehát itt még a tölgy. És négy szint magas lesz a kégli, ugye? Tehát most jön majd a kő fölötte. Oké. Ide fölugrunk egy pillanat. Hoppá, ohoho, I am the master, és akkor így, óha, ez rohadtul jól néz így ki, legalábbis szerintem, aha, szép lesz, szép lesz, szép lesz, oké, 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 ez így szép lesz, hát ez még jó pár darab kőre azért szükségem lesz, hogyha így kétszintesre tervezem. A tetőn gondolkodok majd, hogy mi legyen. Az azért még nagy kérdés. Jó, egyelőre ennyi kövem volt. Ó, így azért mindjárt jobban néz ki. Itt pedig szép üveg. Szerintem ide is szép üveget fogom majd tenni. Kettő blokk szélesnyire. Vagy legyen négy. És akkor ide föntre. Meg akkor ide kivágom. Hát akkor már ide is illene üveget tenni. Így, és akkor oda is. Oké, így jó, jól nézünk ki, jól nézünk ki. Király lesz, barátságos a terep. Ég kifele a homok is, szerintem ennyi elég lesz. Dolgozzuk csak fölfele ezeket. Hármat tudok, hogyha minden igaz, mindenhova tenni. És így lesz 46 darab üveglapom. Tehát az ablak az megint meg lesz oldva. Alul pedig akkor addig nem követ, hanem zúzott követ égetnék ki. És akkor folytatódjék tovább a házam építgetése. Így, egyelőre most már eddig elértünk, és azt számolgatom, hogy a következő ablak az nagyjából itt lesz.
Így. És akkor így. Ó. Na, hát kérem szépen. Jól néz ez ki, az a barlangot jól mutat. Tehén papa, téged egyelőre akkor innen ebből a kis buckából kiszabadítalak. Erígy utadra, nyugodtan. Ezt a részt is föl fogom dolgozni. Hát neked itt lesz a kéglid, az egészen egyértelmű, de kicsit más elrendezésben. Mert nem úgy még egy szinttel nagyobbra szerintem az ablak. Tehát még egyet nagyítunk ezen. És akkor így, illetve így. Oké, okay. Ó, tökéletes, tökéletes, nagyon jól néz ki itt az ablak. Oké. Okay. Ide visszatesszük majd a nyírfadeszkát. Ez a te otthonkád lesz, barátom, vissza is mész, látom. Hát igen, ragaszkodik hozzá. Jó, zúzott kővel szépen följövünk ide. Te nem tudsz utánunk jönni, úgyhogy ezt bebuktad. Így folytassuk tovább. Szép lesz, azt kell mondjam, ez a ház. Így ezek a sok üvegek, ezek elég szebbé teszik, ugye? És még egy kis nyírfa, hogyha lenne. Ó, pont elégséges lesz szerintem ez. Hát pont, hogy nem, mert kettő darab nyírfa kéne, ajj. Feltétlen neked a nyírfa, ide teszek majd egy kerítést, lesz egy kapud. Nem minden, úgyse sokáig fogsz velem lakni, öreg. Ez sem rendszer, hogy te itt élsz. Mert akkor ide földet teszek majd, sőt, igen, akkor... Megkapsz egy ekkora 4x4-est. Tehát ez 1, 2, 3, 4, bárhogy is számolok, barátiasan számolva is. Tehát ez lesz itt a te helyed. Szerintem nagyon barátságos helyed lesz. És ide be a földet. Föld az még tudja, hogy van a chestemben, szóval azt szedek is ki. Föld, igen. Ide te szépen bejössz, ez majd befüvesedik. De azért te nem füveshetsz, mert ha füvezős te én leszel, akkor megdög lesz. Menj már arrébb, oké. Oda bezárlak, jó. Botra lenne szükségem, azt hiszem, a kapu készítéséhez. Hogy is kell kerítést? Húha. Húha. Így. Töltyfa kerítés, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Itt elkerítem, itt lesz a bejárata, meg a kijárata. Oké. Okay. El leszel, papi. Oda be. Tessék, ellek szépen. Oké, okay, most már ezt is tudjuk akkor, hogy hogyan kell. Így ez szerintem elégséges is lesz. Pont elég a bot is. És akkor 9 darab töltyfakerítés render. Vagy rendel. És akkor itt lesz a kapud. Amit nem mondom őszintén, már nehézkesebb, hogy nem tudom, hogy hogyan kell hirtelennyében kraftolni. Vágás. Hát nem túl bonyolult folyamat lesz ez, srácok. Igazából csak fordítva kell az egészet megcsinálni. Nincs elég bot nálam. Óha. Mindegy, csinálunk. Nem nehéz folyamat, tehát az egész csak fordítva. Tehát a bot jön így, ide. A deszka pedig középre, és akkor megkapunk egy töltyfa kerítést. Így. Kerítés kaput. És akkor a pajtást meg oda bezárjuk. Gyere szépen! Mindjárt lesz nálam búzára gerjed csak vajon, vagy a vetőmagra? Mindjárt kiderül. Tudja, hogy a búzára a kis köcsög. Áááá. Francba. Egyelőre nehéz lesz oda be tessékelni az örömlányt. Ütni nem akarom, szóval ez lesz az ő otthona. Oké. Okay. Kéne még szén. Hogy ez kiégjen. Kőügyileg nem tudom, hogy menni kell-e még csinálni. Hát kell még kő.
De már nem olyan sok, az az, ami vigasztal. Nem olyan sok kőre lesz már szükségem, a következő részben pedig már nyugodt szívvel mehetünk bányászni. Ez még elég lesz szerintem, amit... Na! 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 Jó irányba mész, jó irányba mész, jó irányba mész nagyjából. Igen, elég lesz az a kő, ami még itt kiég. Nem kell már többet hozni. Így, ó, de frappáns lesz ez. Ez az. Na, erről van ám szó. Itt össze is ér alul. Oké, és már csak fölül kell megcsinálni, ami nem egy nagy was is das. Ez az mindjárt félig, meddig kész lesz a házam, utána még a tetőt rá kell húzni, meg majd a második emeletet. Most egyelőre a közeljövőben csak a tető lesz megcsinálva, de nem is ebben a részben. Minden bizonnyal nem ebben a részben fogom a tetőt megcsinálni. Nem húzzál, elhiszem, hogy éhes lehet. De hát most én mit csináljak azzal, hogy te éhes vagy? Egyelőre nincsen búzám, hogy megetesselek. Mert akkor egyből szerelmes leszel, hogyha a búzát eszel, szóval. Na még kettő, még egynek kell kisülnie, hogyha jól számoltam, és akkor ennyi elég lesz. Ne is süljön ki több. Így van, kettő pontosan. Jó, ennyi, többnek nem kell lennie. Ide jön még az ablak. Itt pedig egy ötszörös lesz, tehát egy ötöst ide nyugodtan ki is vágok. Tehén papa, nehogy kiugorjon. Ó! Ez az! Ez az! Ott maradsz! Haha! Ez az, magától bement ez a házába. Nem volt itt szükség semmilyen búzára, meg minden. Ez is megvan, és akkor még ide az ablak. Ide pedig egy hatost fogok elhelyezni. Legalábbis remélem jól számoltam, és ide kell nagyjából. Hát kicsit arrébb lesz. Kicsit arrébb lesz, és így még égethetek ki zúzott követ. Igen. Igen, ez még arrébb lesz. Tehát ide-vissza teszek kettőt. Vagy csak egyet? Csak egy legyen. És akkor csak egyel megyünk arrébb. És akkor itt lesz az ablakom. Így. És ez így rohadt jól néz ki. Oké. Alright. Büszke vagyok rá. Nagyon is. Szóval... követ azt oda berakjuk. Kő. És akkor kész a ház. Egyelőre. Egyelőre készen van. Hát ebben a részben még, amit igazából terveztem, akkor egy kis bányászás belefér. Miért ne? Lemegyünk egyet, leugrunk egyet a bányába, srácok. Szerintem ennek örültök. Ami nem kell, azt nem viszem magammal, ki tudja mekkora értékhez jutok majd. Így ezek maradnak. Fákja az természetesen kell. Fa is maradjon nálunk, mert tudja, hogy kraftolni kell majd. Vasat is elviszem, ami van. Tudja majd kraftolgatni. Oda lenny nyírfadeszkát berakjuk, a vascsákán jön. A húsika jön. És így útnak indulunk. Oké, mehetünk. Pont egy sornyi cuccom van. Jó lett a kicsi kégli. És ez több emeletes lesz, szép. Szerintem szép, nekem tetszik. Főleg, hogy Kevin barátom is itt van. Ő majd legelhet kedvére, meg minden. Különleges tehén lesz, és akkor... Itt a lefele menet az, ami... Kicsit bajlósabb lesz. Nem erre akartam elcseszni pár deszkát, de hát most ezt muszáj voltam ide letenni, hogy könnyedén meg lehessen csinálni a leutat. Egyébként, hogyha úgy lenne, hogy nagyobb bánya nincs itt, tehát ez nem egy nagyobb bánya, mert egyelőre nagyon úgy fest. Ha csak a túloldalán nem lesz valami, akkor majd egy egyéni saját bányát fogok kifejleszteni. Vasat azt találtam minden esetre rögtön. Mert hát ez sajnos nem olyan hú de nagy
dungeonnek nézem meg minden. Igen, itt még van egy kis vas. Ennyi volt. Itt megint van vas. Megyünk szépen lassan lefelé, és ennyi volt sajnos. Szóval, igen, itt lesz egy saját bánya. Majd a házunk mellett, úgy döntöttem. Ezt itt fölösleges lenne folytatni, nem is akarom. Saját házam mellett meg elkezdek majd szépen lassan lefele menni, aztán valamit találok. Hát kiürítettem ezt a bányát, szén nem volt benne egyáltalán, az a másik részében van. Igazából, de volt benne 21 vasérc, ami azért jól jön nekünk. Mert otthon már, hát ez a 16 darab van, ezt a 21-et gyorsan haza is viszem kisütni. És aztán szerintem már csak a következő részben elkezdjük majd kisütni, vagy hát elindítani a bányászást, és majd a tetővel is foglalkozni fogok. Jó, menjünk be. Kezdjen el a kisülés. Ezt pedig sütjük, oké. Okay. Akkor én mi lettem volna, srácok, ez pedig a Minecraft hardcore sorozatomnak a harmadik része volt, melyben a ház alapjait befejeztük. Remélem tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor lájkoljátok és természetesen iratkozzatok fel. Innen jövök majd legközelebb, ahol bányászni fogok, majd elindítok egy saját bányát, illetve a tetőt is tervezem elkezdeni, befejezni. Szóval köszi a figyelmet még egyszer, én mi lettem volna, sziasztok!